Modern, digitális világunkban egyre inkább reflektorfénybe kerül a személyes márkaépítés kérdése. Egy erős brand ugyanis hatalmas előnyt jelenthet az egyéni karrier célok elérésében. Egy állás betöltéséhez számos olyan képesség is szükséges, melyekről a tankönyvek nem számolnak be. A Pécsi Tudományegyetem Szekszár Vikara fontosnak tartja, hogy hallgatói számára ne csupán szakmai tudást, de ilyen a sikeres karrierjükhöz szükséges további információkat is nyújtani tudjon. Ennek érdekében a Pécsi Karrier Iroda támogatásával karrierpontot hoztak létre a Kultúratudományi, Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karon. A Pécsi és a Szekszárdi Szervezeti Egység együttműködéséről megállapodást írtak alá a vezetők. Nagyon fontos az, hogy a karrieriroda hálózatosodjon, és azok a kollégák, akik tudnak abban segíteni, hogy a diákok a Pécsi Tudományegyetemről ne csak egy jó minőségű diplomával hagyják el a padokat, hanem tényleg olyan jártasságokra tegyenek szert, olyan készségekre, amelyek a munkaerővilágában majd segíteni fogják az elhelyezkedésüket, olyan tanácsadást kapjanak és olyan orientációkat kapjanak, amelyek segítik majd a karrierjük felépítését valójában, azok elérhetők legyenek és tényleg kézzelfoghatóak legyenek. Tehát a karrieriroda évek óta egyébként, régen az oktatási igazgatóság keretében, most pedig az új kapcsolat és nemzetközésítési igazgatóság keretében folytatja ezt a munkáját, és nagyon örülünk, hogy Szekszárdon is megnyílik egy ilyen pontként nevezett, de egy fontos kb. A hálózatnak egy nagyon fontos elemeként megnyílik egy olyan koordinációs részlegközpont, amely pontosan itt Szekszárdon ugyanezeket a tevékenységeket tudja elősegíteni. Az együttműködés, közös kommunikációt, pályázatok benyújtását és több közös program megvalósítását jelenti. Az ünnepélyes aláírást követően a hallgatók rögtön részt is vehettek egy ilyen közös programon. A karriernapon a karriertervezés és felépítés legfontosabb dimenziói vetődtek fel. Önismeret, személyes márka, brandépítés. A nap során a szakemberek személyes történeteken keresztül járták körül a témát, és kezdeményeztek interaktív beszélgetéseket a hallgatósággal. A szervezők a jövőbeli tréningeket, workshopokat is hasonlóan kötetlen jellegűre, közvetlen hangneműre tervezik, tekintettel a célzott korosztályra. Karrierpont lényege, hogy karunk hallgatóbaráttá váljon. A hallgatóbarát kar egy olyan kar, amelyik nem csupán tudást ad át a hallgatóknak, hanem olyan képességeket, készségeket, amelyekkel boldogulni tudnak majd karrierjük, életpályájuk építésekor. Hogyan kommunikáljanak, hogyan tájékozódjanak a munkavilágában, hogyan képviseljék érdekeiket, ha kell, a munkáltató irányába, és így tovább, és így tovább. Ezeket a képességeket, készségeket úgy gondoljuk, hogy olyan tréningeken, workshopokon át tudjuk eljuttatni a hallgatókhoz, amelyeket a karrierpont, a karrierirodával együttműködve tud megvalósítani. Ezek a programok folyamatosak, minden hallgatót várunk rá, sőt, nem csak hallgatókat, oktató kollégákat is, és örülnénk annak, hogyha a karrierirodával együttműködve a beiskolázási program elemévé is válna ez a karrierpont, ami annyit jelent, hogy nem csupán egyetemi hallgatókat, de középiskolásokat is várunk a karrierpont különböző programjaira, annak érdekében, hogy ők is időben tájékozódjanak, a lehetőségekkel kapcsolatban be tudjanak kapcsolódni az egyetemi életbe, és tudatosan tudják pályájukat irányítani, lehetőleg a karunk irányába. A karrieriroda és a most létrejött karrierpont ugyanakkor az egyetemi hallgatókat is igyekszik bevonni a pályaorientációba, vagyis abba, hogy segítsenek a középiskolásoknak kiválasztani a számukra megfelelő továbbtanulási irányt. A pályaorientációs képzés arról szól a mi körünkben, hogy a gimiseknek segítünk abban, hogy megismerjék jobban a szakmákat, ha esetleg ismeretlen szakmákba ütköznek, azokat tudjuk nekik elmondani, és olyan felületeket is tudunk megbeszélni ezeken a tréningeken, ahol tudnak tájékozódni róla, úgyhogy milyen ilyen tájékozódós képzést tartunk, egy nagyon felszabadult légkörben, körbeülünk, tréningszerűen, nem előadást tartunk, hanem így az önismeretfejlesztésre is rámegyünk, meg a csoporton belüli megismerkedésre esetleg ez nem sikerült nekik az évek során, és azért nagyon fontos a brandépítés, hogy majd a szakmát, a megfelelő szakmát ki tudják választani maguknak, és ezért kell ismerni önmagukat, hogy milyen képességünk van, és ehhez milyen szakmát tudunk választani, és ebben tudunk nekik segíteni. A jövőben többek között erre is nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a szekszárdi intézményben is.